Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist október 30-án szerdán. A mai műsor első részében természetesen a ma reggel közölt meglepően rossz GDP adatról lesz szó. A magyar gazdaság mind negyedéves, mind pedig éves alapon 7 kal zsugorodott a harmadik negyedévben most arról beszélünk, hogy van nagyságrendileg Magyarországon az idejében egy 4 és 5 közötti hiánya a költségvetésnek, és úgy, hogy ugye lesz körülbelül talán egy 1 os de inkább 1 százalék alatti növekedés. Hát ebből nagyon nehezen rajzolódik az ki, hogy hogy fog tudni az államadóság csökkenni. Tehát egy növekvő államadóság pálya mellett nyilvánvalóan a kockázat az növekszik Magyarország irányába, és hát ez legkönnyebben, leghamarabb például az árfolyamban tud kicsapódni, hogy akkor ott a befektetők azt mondják, hogy akkor egy picit most megválnak a forinttól. A témával kapcsolatban német Dávid a KNH bank vezető elemzője lesz a vendégünk. Az adás második részében arról lesz szó, hogy milyen gazdasági folyamatok közepette működött a Biden kormány az elmúlt négy évben, és mik azok a faktorok, amik árnyalhatják az elnök megítélését, annak ellenére, hogy az amerikai gazdaság meglehetősen erős képet mutat. Erről Zsoldos a portfólió makrogazdasági gazdasági elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok a Portfolio podcast szerkesztője. Ez pedig a checklist október 30-án. A vártnál is rosszabb GDP adat érkezett, a magyar gazdaság a harmadik negyed évben 7%-kal zsugorodott, és éves alapon is pont ekkora a csökkenés mértéke a magyar gazdaság állapotával és a következő időszak potenciális folyamataival kapcsolatban. Itt van velünk Német Dávid, a KNT-bank vezető elemzője. Szia Dávid, első kérdésem, hogy tényleg olyan csúnya ez az adat, mint ami ennek elsőre látszik? Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát sajnos azt kell mondom, hogy olyan csúnya, sőt, még csúnyább is hiszen az ipar is nagyon-nagyon rosszul teljesített, az építőipar is, a mezőgazdaság is, tehát gyakorlatilag a szolgáltató szektorból reménykedhetünk, vagy reménykedhettünk valamekkora a növekedésben, de hát a szolgáltató szektor sem volt olyan átütő erejű, hogy ezt a nagyon csúnya visszaesést érdemben tudja kompenzálni. Úgyhogy nem csak arról van szó, hogy egy alszektor az, ami éppen gyengébb, és akkor lefelé húzza a gazdaság növekedését, hanem sajnos egy széleskörű negatív teljesítményről tudunk beszámolni. Így a társadalomnak egy nagyon nagy részét is érinti ez a gyenge teljesítmény. Úgyhogy mindenképpen egy rossz szerkezetű gazdasági visszaesésről tudunk beszámolni. Lehet-e még valamit elmondani ezekről a háttérfolyamatokról, amik ekkora a visszaesést indokolnak? Ugye pontos szektorális adatok még nincsenek, de Ugye a KSH utalt arra a közleményében, amit most te is említettél, de hogy itt látszódik-e bármilyen részletesebb kép. A havi adatokból, amik ugye nem a GDP-re vonatkoznak, hanem egy-egy iparágról vannak havi adatok, ott azért lehet levonni következtetéseket. Ilyen az iparnak a teljesítménye, ahol látszódott, hogy az augusztusi adat is, a júliusi adat is nagyon nagy negatív meglepetést okozott, és ez egy dolog, hogy éppen az adott hónapban hogyan teljesít az ipar. Ennél sokkal rosszabb, az, hogy a kilátások sem kedvezőek ezzel kapcsolatban, mert hogy a megrendelések is elkezdtek, vagy hát folyamatosan visszaesnek az iparra vonatkozóan. És hogyha a szektoron belül nézzük, akkor pedig az látszódik, hogy ami a kb. 60%-át kitevő a lágazat, amiben beletartozik az autógyártás, a gépgyártás, azokban nagyon jelentős a visszaesés. És itt persze lehet olyan okokkal is magyarázni, ami nem magyar komponensű, tehát hogy Németországnak sem egy jól, Európának sem egy jól, nagyon az ipar látszódik folyamatosan az, hogy ez az energiaválság azért megérintette az európai iparnak a teljesítményét, emiatt a versenyképessége az romlott. De hát az is látszik benne, hogy mondjuk egy távoli országnak, mint például Kínának a felvevő piaca is gyenge, tehát az európai piac megy, az egy dolog, de a kínai piac sem megy túl jól, Cserébe viszont kapunk Kínától rengeteg terméket Európában, mert ők is szeretnének eladni. Tehát elindult egy ilyen nagyon komoly, áldáz nyakra menő verseny a, a piaci fogyasztókért, és hát ez pozitív volt, hogy. Az inflációban egy, egy pozitív csokkot hozott, tehát hogy hamarabb lenyomta az inflációt, csak hát a probléma az, hogy a növekedésben meg komoly áldozata van ennek a fajta versenynek, amiben most elkezdett kicsúcsosodni, hogy a vámoknak a témája az egyre fontosabb, és akkor ezzel próbáljuk orvosolni ezt a helyzetet, ami meg hozhat megint akár egy inflációs töbletet. Szóval az iparban ez sem segített a magyar gazdaságnak, de az, hogy nincsen beruházás, innentől fogva Gépeket sem kell vásárolni, vagy nem vásárolnak a, a magyar vállalatok olyan mennyiségben, mint korábban. Ezért nem is kell annyi gépet legyártani, bár mondjuk Magyarország nem a legnagyobb gépgyártó, de azért beszállítóként ott vagyunk sok nemzetközi cégnél. Úgyhogy mind a belső, mind a külső komponens az, ami rontott az ipar teljesítményét, és akkor erre jön rá az építőiparnak is a a Hagyatlása. Ugye ezt is láttuk a havi adatokban, hogy nem teljesít jól az építőipar Annyival egy picit pozitívabb a kilátás, mint az iparban, hogy legalább a megrendelések már nem zuhannak olyan mértékben, mint az ipar esetén. De a jelenlegi kivitelezések azok jóval elmaradnak a tavalyi szinthez képest. Hát itt a magas kamatkörnyezet az nyilván nem segít az ingatlan fejlesztéseknek például, de megint csak, hogyha a cégek nem terveznek beruházást, akkor ahhoz például nem kell egy csarnokot se építeni, vagy egy, egy gyártóüzemet, úgyhogy ezek mind-mind látszódnak, valamint, hogy az Európai Uniós források azok az egész évben hiányoztak. Ugye Magyarország nagyon függ ezektől az Európai Uniós forrásoktól. Egyrészt az állami beruházások területén is elmaradnak, tehát az infrastruktúrális fejlesztések is kisebb mértékben valósultak meg, és hát a vállalatok meg várnak ezekre a pénzekre, hogy akkor legyen majd később valami beruházás. A mezőgazdaságról annyit látunk, hogy rossz volt a termés, ugye rosszabb, mint a tavalyi évben, ami egy jó év volt. Hát ezt nagyon nehéz megbecsülni, hogy ennek mekkora hatása van a GDP-re, de hát ez is egyértelműen lehúzta a GDP-nek a teljesítményét. Erről nincs a havi adat, így itt inkább csak abból tudunk következtetni, hogy, hogy, milyen a kukorica hoza, milyen a búza hoza, milyen a minősége, akkor hogyan alakul az ára, és akkor ebből láttuk azt, hogy biztos, hogy visszahúzza a GDP-t, de hogy mekkora mértékben ugye ezt picit nehezebb ezáltal megbecsülni. És akkor a nagy ágazat, a szolgáltató szektor, hát arról meg a legkevesebb információnk van. Ott azért látszik, hogy ha az ipar visszaesik, akkor nyilván a szállítás, raktározás is gyenge lesz, de abból, hogy most éppen a kiskereskedelmi forgalom hogy alakul, abból azért nehéz levonni, hogy mondjuk az éttermi szolgáltatások az üdülés irányába esetleg nagyobb a kereslet, vagy kisebb a kereslet, mint mondjuk a kiskereskedelmi forgalomba. Hát ebből a GDP adatban az látszik, hogy nem volt átütő erejű ez a kereslet növekedés. Hát nekem meglehetősen komplex kép rajzolódik ki az alapján, amit mondasz, hogy egy kicsit visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a real GDP az gyakorlatilag két éve stagnál, vagy egy ilyen enyhe zsugorodást látni. Ezt szerinted lehet még ilyen üzleti ciklusokkal magyarázni, vagy most valami így strukturálisan romolhatott el, új alapokra van szükség? Szóval nem tudom, így tömören úgy is feltetném ezt a kérdést, hogy most akkor mekkora a baj? Vannak strukturális elemei is, meg vannak éppen ciklikus elemei is ennek a GDP visszaesésnek. De a strukturális elemekre azért régóta beszéltünk, még a 2020 előtti időszakban is, amikor 17-18-19 mondja, még nagyon jó volt a GDP növekedés, de már azt látszódott, hogy azért szerkezetében nem az igazi és hogy a hozzáadott érték termelése a gazdaságnak az nem nő olyan mértékben, mint éppen akkor a GDP statisztika mutatta. Ugye akkor volt egy nagyon felfokozott gazdaságélinkítő program is, ami éppen segítette ezt a növekedést, és a potenciális növekedésünk fölött nőtt akkor a gazdaság. Tehát az látszódott, hogy azért Magyarország sokkal inkább ez a két és fél, három, esetleg 3,3% körüli potenciális növekedéssel bír. Tehát ez az, amit elméletileg hosszú távon fön tud tartani, anélkül, hogy egyensúlyi problémák kezdenének kialakulni. Ez lehet akár az inflációban, hogy kicsapódik a folyófizetési mérlegben, de hát több területen okozhat egyensúlyi problémákat. Úgyhogy látszódik az, hogy azért egy alacsonyabb potenciális növekedéssel megy a gazdaság. Ugye ez az a strukturális rész, amit kéne idővel változtatni. Hát ez tényleg órákat lehetne erről beszélni, hogy a oktatástól indulva a, a digitalizáción át, ezt hogyan alkalmaz egyáltalán a magyar gazdaságnak, mennyire felkészültsége, mennyire van meg arra, hogy ezeket az új digitális technológiákat alkalmazza, akár munkaerő szintjén, akár szabályozás szintjén, vagy innováció szintjén. Ezek bele vagyunk maradva, ugye ebben nincs kérdés. Szóval vannak ilyen struktúrális problémák, de hát erre rájött egy nagyon komoly konjunktúrális probléma is, hogy Európában is a vásárlóerő romlott, Kínában ugye depresszívek az emberek, hogyha így fogalmazhatok, mert elég nagy veszteség érte őket, tehát maga a felvevő piac az gyengébb, és azokat a termékeket nem vásárolják, részben, amit Magyarországon gyártunk, tehát autó iránti kereslet az egyértelműen szűkült, ráadásul bizonyos piacokon az elektromos autógyártás is visszaesett, mert hogy a kifutottak ezek a támogatási programok, és innentől fogva mi mindig drága az elektromos autó, nem szívesen veszik az emberek, és amúgy is nincs is rá pénzük, hogy most autót vegyenek feltétlen úgyhogy ez is megütötte a magyar gazdaságot. Úgyhogy egy ilyen dupla sok az, ami érintette, és hát emiatt van az, hogy tavalyi évben egyébként nagyon durva visszaesés volt, hiába a statisztika 0,8%-os visszaesésről beszél, valójában a mezőgazdaság nélkül az egy közel 3%-os visszaesés volt, és most megint arról beszélünk, hogy ahhoz a nagy visszaeséshez képest még mindig nagyon gyenge az iparnak a teljesítménye. Tehát, ha az ipart nézzük, akkor gyakorlatilag két éve nagyon gyenge állapotban van az építőipar, de tó, tehát hogy hogy itt elég mély ütést kapott a magyar gazdaság. Ugye, amikor ezt a beszélgetést felvesszük szerda délelőtt, akkor nem túl szép a kép a forint piacán. A, ugye a GDP adat megjelenése után felszúrt így majdnem 406-ig az árfolyam az euróval szemben, és most, amikor beszélünk, akkor ilyen 405 és fél forint körül mozog a, a jegyzés ugye jönnek még más EU-s is, később a délelőtt folyamán. Mennyire lehet a továbbiakban is ezzel az ilyen bizonytalan vagy fokozódó geopolitikai környezettel magyarázni azt, ami a forinttal megy, és hogy nem kell lassan az értelmezési keretet ilyen fundamentális okok felé terelni? Hát itt is ugye több hatás éri a magyar forintot, és a mai reggelen pont ez látszódott, hogy a gyenge magyar GDP az hatott a forint árfolyamára, mert a régiós devizákhoz képest a forint az, ami gyengült. Tehát egyértelműen látszódik az, hogyha nincs Magyarországon növekedés, azért ez a fundamentális kilátásét az országnak rontja. Most arról beszélünk, hogy van nagyságrendileg Magyarországon az idejében egy 4,5-5% közötti hiánya a költségvetésnek, és úgy, hogy ugye lesz körülbelül talán egy 1%-os, de inkább 1% alatti növekedés, hát ebből nagyon nehezen rajzolódik az ki, hogy hogy fog tudni a, az államadóság csökkenni, tehát egy növekvő államadóság pálya mellett nyilvánvalóan a kockázat az növekszik Magyarország irányába és hát ez legkönnyebben, leghamarabb például az árfolyamban tud kicsapódni, hogy akkor ott a befektetők azt mondják, hogy akkor egy picit most megválnak a forinttól, és akkor ezáltal a forint árfolyamát ugye pedig fölfelé tolják. De hát ez látszódik azért a kötvény hozamainkon is, hogy mind a rövid, mint a közép, mint a hosszú hozamaink azok, nagyon jelentősen emelkedtek az elmúlt napokban, és hát egy-egy ilyen GDP adat, ez nem kedvez annak, hogy pont a hosszú végén csökkenjen a hozam, még a rövid végén akár segíthet is, mert ugye mit jelenti az, ha nincs növekedés, akkor várhatóan az infláció is lehet, hogy lejjebb lesz. Nyitva van a mozgástér papíron a Magyar Nemzeti Bank számára, hogy csökkentse a kamatot, hiszen kéne élénkíteni a gazdaságot. Csak hát itt jön be sajnos a másik láb, hogy a forint, hogyha meg nagyon gyengül, akkor az csak egy inflációs hatást tud gerjeszteni. Hogy ebből most melyik lesz az erősebb? Hát rövid távon az látszódik, hogy, hogy azért ez a félelem faktor az, ami a, az erősebb. Ebben az egész folyamatban is ebbiatt a forint, meg a forint eszközök inkább alulteljesítőek egy picit. Utolsó kérdésem, hogy mire számít az a következő másfél éves horizonton, tehát hogy ilyen középtávon jön a kormánynak a gazdaságélénkítési terve, ugye közben már az látszik, hogy részben ennek részeként a családi adókedvezmény kibővítésével jövő nyártól élesben is ráfordulhatunk erre a választási ciklusra, szóval milyen eredményeket vársz idei év és a következő év tekintetében? Mert hát, ahogy említettem, az idei évben így most már az 1% fölötti növekedés is kicsit álomszerűnek tűnik, ahhoz azért egy 1% körüli negyedéves negyed növekedés kéne, úgyhogy nagy valószínűséggel itt be tud csúszni egy 0,8 környékére az éves növekedés. Ugye ez nagyon rosszul néz ki, mert ez azt jelenti, hogy még a tavalyi visszaesésre tudjuk ledolgozni, nagyjából visszazárunk csak a 2022-es szinthez. A középtávú kitekintésben, ami a jövő évre vonatkozik, azért vannak pozitív elemek. Valóban ez a sok gazdaság élénkítő intézkedés. Tehát egyrészt, hogy van egy olcsó kamat a KKV szektornak a hitelezésre, és ez 3,5 százalék. Ez már azért az a szint, ami megmozgatja a vállalatok fantáziáját is, feltéve persze azt mondják, hogy van is piacuk. Kettő, ugye az EU-s forrásokat azt egyértelműen ugye közölték is, hogy összehangolják most a KKV-nak nyújtott programokkal. Van 12 milliárd euró elérhető forrás Magyarország számára, tehát a jövő évre vonatkozóan nincsen úgy korlátja annak, hogy az EU-s pénzeket használjuk föl. Ez is azért segíti a növekedést. Vannak új kapacitások, a BMW, a BYD, ugye azok elkezdik a termelésüket, tehát mondjuk a, a BVD-es az csak az év vége felé, de ott is azért ők beruháznak az év folyamán, ez, ez szintén segíti a, a növekedést. Az építőiparban, ahogy említettem korábban, már egy picit azért a megrendelések, új megrendelések, azok a tavalyi nagyon alacsony szinthez képest magasabbra kerültek. Még mindig jóval elmaradnak mondjuk a két-három évvel ezelőtti szinthez képest, de egy mély pontról jövünk, tehát az is már így elkezd egy picit húzni a gazdaságot. Illetve hát amiben még mindig lehet bízni, hogy még mindig egy szűkös, relatíve szűkös munkaerőpiacról, feszes munkaerőpiacról beszélünk. Tehát annak a valószínűsége, hogy lesz reálbér növekedés jövőre, az elég nagy. Az, hogy ez most egy 3 vagy egy 6 százalékos reálbér növekedés van, ez még persze kérdéses, de mindenképpen ez javítja a fogyasztási lehetőségét a háztartásoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a fogyasztási oldalon is lesz egy felfutása a magyar gazdaságnak. Ennél az utóbbinál az lesz az egyik fő kérdés, hogy mekkora része az, ami ugye magyar termékek, magyar szolgáltatások irányába fog megjelenni, mi az, ami pedig importban, illetve külföldi költésekben jelentkezik, mert ez az utóbbi, ez nem gyarapítja sajnos a magyar GDP-t, az első az viszont egyértelműen húzza jelentősen a magyar növekedést. És ezeket összerakom, akkor alapvetően lehetne egy 3% körüli növekedés. A probléma az, hogy van egy áthúzódó hatása a mostani nagyon gyenge negyedéves adat után. Bízunk benne, hogy az utolsó negyedév nem lesz ilyen rossz, de már így is úgy tűnik, hogy, hogy a 3 is nehezen elérhető szám lesz, inkább a kettő és fél, 2,6 az, ami most reálisabbnak tűnik, de tényleg várjuk meg az utolsó negyedévet, és hogy mennyire Tudja ellensúlyozni ezt a nagyon rossz negyedéves adatot majd a következő egy-két hónapnak a, esetleg a gyorsabb fogyasztásban megjelenő gyorsabb felfutása. Tehát a 3%-ot azért még nem zárom ki, de most inkább a 3%-hoz képest egyértelműen lefelé mutató kockázatok azok, amik jelentkeztek. Ezt köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, és segítettél elemezni a gazdasági folyamatokat. Ugye ma reggel megjelent GDP adat tükrében, az elmúlt percekben német Dávid a KNTH vezető elemzője volt a checklist vendége. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hat nap van hátra az amerikai elnök választásig, ahol az évtizedes bölcsesség szerint az épp regnáló vezető újraválasztásának esélyeit nagy mértékben befolyásolják a terminusa alatt tapasztalható gazdasági folyamatok. Ebben az évben ugyanakkor nincs újrázó elnök, és mintha a gazdasági mutatókból sem lehetne olyan egyértelmű következtetéseket levonni, mint korábban. A témával kapcsolatban közölt elemzést a portfólión Zsoldos Ákos lapunk makrogazdasági elemzője, aki itt is van velünk a műsorban. Szia Ákos, első kérdésem, hogy mik voltak a legfontosabb gazdaságpolitikai folyamatok, amik Joe Biden elnöksége alatt történtek? Szia Dávid, üdvözlök én is mindenkit. Rengeteg gazdaságtörténeti esemény zajlott le az elmúlt négy évben. Ugye kezdve azzal, hogy amikor Biden hatalomra lépett, akkor indult emelkedésnek az infláció az Egyesült Államokban, hogy végül 40 éves csúcsra emelkedett, tehát utoljára a 80-es években mérték akkor inflációt, tehát ennél a jelenleginél is magasabbat, mint ami a 2022-es tetőzéskor volt, akkor 9,1% volt az infláció, tehát a Biden ciklus idején az volt a legmagasabb áremelkedés, amit mértek. Ez volt a legfontosabb esemény a négy éves ciklus idején, és ez az a fejlemény, ami leginkább rányult a Biden megítélésére, hogy ahogy emelkedett az infláció, hogy látszott, hogy az elnök népszerűség egyre inkább csökken, és hogyha egy fordított skálán a népszerűséget, egészen pontosan egy népszerűtlenség emelkedését egy emelkedő skálán rátesszük az infláció emelkedésére, akkor teljesen összesimul a kettő. Tehát valójában hanem Biden is leginkább az inflációra fog emlékezni ebből az elmúlt négy évből. De ezzel együtt a kamatok is emelkedésnek indultak, tehát a Biden ciklus négy éve az alacsony kamatok korán véget vetett. Mikor az elnök átvette a hatalmat 2021. januárjában, akkor 0% környékén volt az irányadó ráta. Az sem volt egyébként normális az előző évek átlagához képest. De azért a koronavírus válság előtt is hát legfeljebb ilyen 2% környéki kamatszinteket láttak. Most ehhez képest most, amikor ugye Biden elköszön a fehér háztól, akkor 5% környékében van az irányodó ráta, és ez nagyon gyorsan emelkedett egyébként. Tehát 2022. A márciusában kezdődött a kamatemelés, 2023 már is érte az 5%-ot, úgyhogy ez lehetett az a másik fontos fejlemény, amivel az amerikaiak szembesültek az elmúlt négy évben, hogy a hitelkamatok azok nagyon drasztikusan, nagyon gyorsan emelkedtek olyan szintre, amivel nagyon sok mi nem találkozott korábban. És hát egy harmadik nagyon fontos fejlemény pedig az, és ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy mindezek ellenére, tehát a magas infláció és a magas kamatok ellenére fennmaradt az a növekedési ütem az elmúlt négy évben az Egyesült Államokban, mint amit egyébként a korábbi években is, egy sokkal támogatóbb, tehát alacsony kamatok, alacsony inflációs környezetben látunk, és ez az a gazdaság történeti motívum, hogy alig, hanem a Biden korszakból bekerül majd a tankönyvekbe, még akkor is, hogyha lát, hogy a következő években egyébként a kamatemelések hatására jelentősen be az amerikai gazdaság. Ugye a MAK között elemzésedben nem kifejezetten a Biden kormánynak a gazdaságpolitikai lépéseit elemzed, mert ugye ez egy későbbi cikkedben lesz benne, hanem kifejezetten ezekkel a trendekkel, makrotrendekkel foglalkozol. Ugye már említetted a gazdasági növekedést, és a cikkedben benne van, amit persze linkelünk az epizód jegyzetekbe, hogy a nominális béremelkedés esetében is olyan értékeket látunk, aminek még békeidőben is gyakorlatilag csodájára járnánk. Mi az, ami mégis árnyalhatja ebből a szempontból az időszak, és hát ezzel együtt ugye a Biden kormány megítélését az amerikai választók körében. Ezt nagyon jól mondtad, hogy ezek biden függetlenül történtek. Hát a magas infláció az nem azért ugrott meg, mert Biden hivatalba lépett, hanem a mögöttes folyamatok miatt. Most ezt nem kezdem el magyarázni, a cikkben mindegyik nem van írva, hogy minek köszönhető ez. Ugyanúgy a magas kamatok is ez a Fed lépéseinek következtében emelkedtek meg, és a növekedés is annak ellenére maradt ilyen magas hogy ezek a tényezők ezek együttesen fentáltak. Van valamekkora szerepe Biden kormányzatának ebben, elsősorban a fiskális politikán keresztül, hiszen valóban egy masszív fiskális élénkítést hajtott végre a Biden kormányzat, de ez majd a következő cikkem témája lesz, viszont összességében azért ezek nem a Biden kormányzat eredményei, illetve az inflációt nem róhatunk fel teljes mértékben a Biden kormányzat számára. A nominális béremelkedés is egy ilyen folyamat, hiszen azzal, hogy megugrott az infláció, illetve megugrottak a vállalati profitok nem teljesen függetlenül az infláció megemelkedésével, a vállalatok magasabb béremelést engedhettek meg maguknak, amire egyébként szükség is volt, hiszen a lakosság jövedelmének vásárol ereje az infláció csökkenése következtében jelentősen esett. Tehát a nominális béremelkedés megugrásod nagy részt ennek köszönhető, viszont azért a Biden ciklus idején nagyon hosszú időn keresztül, tehát 2022-ben és 2023 ban egy jelentős részében a reálbérek csökkentek, tehát reál értelemben a jövedelmek vásároló ereje az visszaesett. Hiába láttak nominális véremelkedést, azt tapasztalták az amerikaiak, hogy az áremelkedés mértéke ezt meghaladja. Tehát a saját jövedelmi helyzetük ciklus nagyon jelentős szakaszában csökkent. Az utóbbi egy évben, egy másfél évben már nőnek a reálbérek, de a reálbéremelkedés azért nem olyan kiugró mértékű, tehát ilyen szintű 2% környéki reálbéremelkedés, mint amit az utóbbi hónapokban látunk, azért a korábbi években is hőségesen láthattunk. Nagyon érdekes az elemzésedben az, hogy nem olyan egyszerű külön választani, hogy a különböző trendekben mi az, amiért felelős a kormányzat, és utána mi az, amiért valaminek a haszonélvezője, vagy akár a, hát a, a nép büntetésének az alanya lesz. Az, hogy ennyire magasan vannak még mindig az amerikai kamatok, ez ugye szintén független az amerikai kormánytól, de ez mennyire fájhat az átlagválasztónak. Hát ha belegondolunk, hogy egy választó mit mér legal, amikor a kormányzatra mond életet, ugye jelen esetben nem Bidenről, hanem az alelnökéről, Kamala Harrisről, ez fontos elmondani, hogy az elmúlt négy év az minden bizony a az alelnöknek, az eddigi alelnöknek a, a, választási esélyeit. Hát akkor azért azt gondolom, hogy átgondolják azt, hogy az elmúlt négy évben az ő életük hogyan alakult, és ha visszagondolnak arra, hogy az addigi ástabilitás az Biden idején szűnt meg, illetve hát előtte 1-2 százalék vagy 3 os jelzáló hitelkamatokat tudtak felvenni, most meg ez 6-7 volt az elmúlt években, miközben egyébként a reálbérek is a ciklus nagy részében csökkentek, tehát azt érezték, hogy a saját jövedelmi helyzetük romlik, akkor azért elindulhatnak abba az irányba, hogy nem kezdenek el azon gondolkodni, hogy na no most ez mennyiben volt a kormányzat érdeme, A egyszerűen azt mondják, hogy mi rosszabbul élünk mint a megelőző korszakokban, és ezért egy protest szavazattal a gyakorlatilag a kihívó pártjelöltjére fognak szavazni. Ugye korábban, hogyha a gazdasági növekedés magas volt, akkor azért nagyobb esélye volt az előknek az újrázásra, de ezt látni kell, hogy a magas növekedés a korábbi évtizedekben jellemzően nem járt együtt magas inflációval, mint most. Ennek minden következménye a kamatokkal és a csökkenésekkel együtt. Ez volt az, ami leginkább befolyásolja most az amerikai választókat. Ami pedig a kamatokat illeti, Hát valóban az a gyors kamatemelkedés, amiről korábban beszéltem, az valójában nem okozott akkora sokkot, hiszen a meglévő hitelállománynak nagyon nagy része az fix kamatozású volt, tehát ezek a választók ezek majd akkor szembesülnek a kamatemelkedéssel, hogyha fordul a kamatperiódus a hiteleiknek, viszont aki új hitelt akart felvenni, az gyakorlatilag ezeknek a választóknak egy nagyon nagy része kiár a hitelpiacról, mert még a korábbi feltételek mellett megengedhette magának a hitelfelvételt, az új feltételek mellett nem. Tehát azért tök a kamatemelkedés hatása is minden bizony érezteti magát hogy a választói hangulatban. Ugye Biden elnöksége nagyon sok geopolitikai feszültséggel volt terhelt, de emellett ugye mert hát Amerikától viszonylag független országok megint megtanulhatták, hogy a Fed az elsősorban az amerikai árstabilitásra koncentrál, és nem arra, hogy az ő államadosságuk finanszírozható legyen, így most a gyors kamatemelések miatt is felerősödtek azok a hangok, akik azt mondták, hogy valamilyen dedollarizációt kéne végrehajtani a világgazdaságban, tehát hogy más államoknak az államadosságának a adósságszolgálata, a kamata az ne függjön annyira a dollárnak a kamatától. Ez mennyire éleződött ki ez a folyamat? Mennyire kérdőjeleződött meg a dollár vezető szerepe a világgazdaságban Biden elnöksége alatt? Az előző négy év eseményei kapcsán nagyon könnyen beszélhetnénk most arról is, hogy a dollár vezető globális szerepe az támadás alá került, már látszana egyébként a dollár csökkenésében is. Viszont azt kell mondanunk, hogy a Biden elnökség idején éppen ennek az ellenkezőjét láttuk bebizonyosodni. Tehát annak ellenére, hogy a dollárt valóban szerették volna leváltani, Kína és a többi feltörekvő ország, Oroszország, akit a dollárrendszerből megpróbáltak egyenesen kitolni a 2022-es ukrajnai invázió óta, megpróbáltak egy másik rendszert létrehozni, tehát egy más tartalék valótában tartani a saját devizájukat, illetve a kereskedelmet például az energia, területén más devizában folytatni, erre voltak törekvések. Mégis azt látjuk, hogy 2022 tehát az orosz-ukrán háború kicseréséhez képest, amikor ez ebben a az esetben egy fordulatot látunk. Tehát nagyon sokan felvetették azt, hogy az amerikaiak a szankciókkal valójában a saját dollár dominanciáiba rúgtak bele egyet. Most 2022-höz képest a dollár aránya a nemzetközi tartalékban még nőtt is, miközben egyébként ezeknek a feltörekvő országoknak a tevizájának a szerepe egyáltalán nem nőtt meg. Tehát amit látunk, az euró kicsit csökkent, ajánl valamelyest emelkedett, de nem látjuk azt például, hogy a kínai devizának a szerepen nőtt volna a globális tartalékokban, a többi devizának pedig olyan alacsony, mondjuk az indiai rupiának, ez orosz rubelnek olyan alacsony a súlya, hogy ez nem is számot terület, tehát bőven egy százalék alatt van. Úgyhogy ebben a tekintetben inkább azt lehet elmondani a Biden ciklus tapasztalatai kapcsán, hogy no, ha megpróbálták, van is egy élő, továbbra is élő törekvés a dollár dominanciájának a kikezdése felé, ezt egyenlőre nem nagyon sikerült véghez vinni, tehát a dollár nagyon erősen tartja magát, mint a vezető globális deviza. Utolsó kérdésem, ugye ahogy említettem meg, ami a cikkedben is le van írva, hogy magáról a Biden kormánynak a gazdaságpolitikai döntéseiről egy következő elemzésedben fogsz írni, de összefoglalólag szerinted mennyire volt könnyű dolga Bidennek a, gazdaságpolitika terén, hogyha kifejezetten ezeket a tőle kvázi független gazdasági folyamatokat nézzük, és mennyire volt képes irányítani az eseményeket? nem értelemszerűen a magas infláció az kihívás elé elította a kormányzatot, és hát a kamatemelés is nagyon-nagyon megrágította az amerikai hitált, herről, Tehát már pedig az amerikai államadóság az nem alacsony. Amit így előjáróban elmondhatok ezzel kapcsolatban, az az, hogy nagyon úgy nézett ki, hogy az amerikai kormány valahogy ezen a kamatemelkedés seni átnéz, és értem ez alatt azt, hogy nem nagyon fogták vissza a költekezés terén, sőt. Sőt, tehát itt olyan GDP-elányos költségvetési hiányokat láttunk, békeidőben még, még soha nem. Tehát a kormány annak ellenére folytatta az eladósodást, hogy egyébként a hitel felvételi költségek jelentősen megemelkedtek. Egyébként magának ennek a, a hiánynak az egy részét is a kamatemelkedés magyarázza. Hát ebből a szempontból alapvetően szűkült volna, inkább így mondom, szűkült volna az amerikai költségvetés mozgástere, de hát a demokrata kormányzat úgy döntött, hogy ezt a szűkülő mozgásteret ezt figyelmen kívül hagyja, és annak ellenére is permanens költségvetési élénkítést hajt végre, hogy egyébként magasok maradtak a kamatok. Az mindenképpen segítette az ő négy éves kormányzásokat, hogy a növekedés az magas maradt, tehát hogyha recesszióba került volna a gazdaság, még inkább nehezített pályán kellett volna a Biden kormányzatnak működnie. Hát összességében én azt gondolom, és talán az a legfontosabb tanulság, amit levonhatunk az elmúlt négy évből, hogy valójában sokkal rosszabbul is alakulódott volna az amerikai gazdaság helyzete az elmúlt négy évben, ez megint csak nem olyan tényező, ami a biden nem múlott, ebben a tekintetben biden inkább szerencséje volt. Aztán, hogy ez mennyit jelent majd a következő választáson, azt hat nap múlva megtudjuk. Hát, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, és segítettél elemezni a helyzetet. Természetesen a cikked az megy az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos a portfólió makról nem volt a checklist vendége. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen a meghívást. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!